Köszöntöm nézőinket, dr. Barabás Gábor képviselő a vendégem. Szervusz Gábor, ez az a sorozat, ahol bebizonyítjuk, hogy a képviselő is csak ember, és tulajdonképpen a kezdéssel már nincs különösebben gondom, hiszen nem tudok másként indítani, itt mindig a gyerekkora kiinduló pont. Hova kötöttek téged az első évek? Hát tulajdonképpen mondható úgy, hogy törzsökös szekszárdi vagyok. Ez ritka, bocsáss meg, hogy közbevágok, ebbe a sorozatba ez ritka. Igen, dacára annak, hogy szüleim egyike sem szekszárdi. Valamikor az 50-es évek végén kerültek ők Szekszárdra. Apám az a Bonyhádi ügyvédi kamarán, illetve a Bonyhádi ügyvédi munkaközösségben ott kezdte a praxisát, anyám pedig a szekszárdi ügyvédi munkaközösségnél. Én már ide születtem, hiszen 67-es születésű vagyok. Hát én mondható, akkor törzsökös szekszárdi vagyok. Nem akarok előre szaladni, de tulajdonképpen akkor hát ide születtél, de a szakmába is születtél ezek szerint. Később visszatérünk rá, a tanulmányok tehát akkor itt Szekszáron indultak el. Melyik általános iskolához fűznek emlékek? Zója Kozmogyemszkaja. Az általános iskolának a titulusa talán ez volt annak idején, ugye? Az úttörő csapat még Zója Kozmogyemszkaja volt, ez a 4-es számú általános iskola egyébként lenne a Kecskésben. Én nagyon szerettem oda járni, nagyon szép élményeim is vannak arról az időszakról. Utána a Garaiban, mint mindenki, vagy többnyire a szekszárdiak, akik gimnáziumot végeznek a Garaiban, én is ott végeztem 1985-ben. Utána volt egy év pauza, 86-ban fölvételiztem a Janus Pannoniusra, az állami jogtudományi karra fölvettek, viszont mint előfelvett, 12 hónapig Pécset, illetve Gyöngyösön volt egy katonai szolgálat, így aztán 87-ben kezdtem meg az egyetemet. Lehet, hogy előre szaladtam, mert ez már ugye Szekszárd határain túl van. Hogyan emlékszel a diákévekre? Mondjuk először maradjunk csak szűkebb pátriánkon belül. Mit adott neked például a Garai, vagy mit adott az, hogy a tinédzser évek, amik oly sokak szerint nagyon meghatározók, azok itt ebben a kis csendes városban zajlottak? Hát nekem is nagyon meghatározó volt a tinédzser élet. Igazándiból 14-15 évesen emlékszem az életemben egy nagyon meghatározó jelenségre, vagy eseményre, amikor megismertem egy olyan zenei műfajt, egy olyan életformát, mert mondhatnám nem csak zenei műfaj a jazz, hanem egyben egy életforma is, ami azt hiszem, hogy az egész életemet talán valamennyire mind a mai napig is befolyásolja. Tehát a tinédzsereskedésem, a fiatalságom az a jazz muzsika volt, illetve a zenélés volt. A Garai gimnázium időszakában is végig ez volt, ami igazán engem motivált és hajtott. Tehát visszatérve az előző kérdésre, igazándiból nálunk ez nem úgy működött, hogy a vasárnapi húslevesek mellett, bár való igaz, hogy anyámék folyamatosan jogeseteket beszéltek meg, azért nem volt egyértelmű, hogy én a jogi pályára fogok készülni. Ez egészen 18 éves koromig nem mondható, hogy így lett volna. Én zenei pályát képzeltem el magamnak. Milyen hangszeren játszottál? Hát, hogyha kronológia, ha tényleg ragaszkodunk a tényszerűséghez, akkor először zongorázni tanultam, ez még jóval azért mondjuk a gimnáziumi évek elé esik, még az általános iskolában. 4 évet én zongoráztam, nem volt igazán nagy kifutás a dolognak, és 15 éves koromtól elkezdtem a szaxofonnal ismerkedni, egy picit később elkezdtem klarinétozni. Hozzáteszem azt, hogy tök autodidakta módon, tehát teljes mértékben saját magamat képeztem. Abban az időszakban még nem volt ilyen kitűnő szaxofon tanszaka a városnak, mint most, amit egyébként Molnár Ákos igazgat. Abban az időben ez egy eléggé, hát hogy is mondjam, talán a polgári társadalmak egy kicsit dekadens hangszerének tekintették mind a szaxofont, mind pedig a jazzzenét, tehát ez egy megtűrt műfaj volt, igazándiból senki sem kedvelte abban az időben ezt, és nem is támogatták. Utaltál tehát rá, hogy ez a tulajdonképpen pécsi váltás, ez nem volt olyan egyértelmű, legalábbis nem a várost, hanem az irányultságot tekintve. Zenei pályára készültél, mit szóltak hozzá a szülők egyáltalán otthon, amikor szóba került, hogy na, mi legyen a gyerekből, hova tovább, akkor mennyire hagytak téged dönteni, igen, mennyire befolyásoltak hát ez a jogi fajta esetek? Ez az egyfajta önkifejezés, ez abszolút a szülői támogatást élvezte, tehát az én részükről semmiféle olyan
otthoni pedagógia vagy nevelés nem volt, hogy ezeket a törekvéseimet ők megpróbálták volna visszanyírbálni. Úgyhogy emiatt én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés voltam, és maximálisan támogatták, akár a hangszerek beszerzésében, akár abban, hogy egy-két kísérletet tettem azért Budapesten jeles akkori zenészekkel a kapcsolatot fölvenni, ők mindenben támogatták, ha kellett, akkor utaztattak engem Budapestre. Tehát, hogy ez mégsem ilyen irányban futott tovább, és az életpályám az nem ilyen irányban folyt, ez nem szülői befolyás alatt alakult így, hanem ez az én teljesen önálló döntésem alapján. Hogyha én a Jazz Konzervatóriumra jelentkeztem volna, éppen úgy támogatták volna azt is az én szüleim. Úgyhogy ebből a szempontból azt hiszem nagyon jó adottságokkal, illetve szülői háttérrel rendelkezem. Jó családi hangulatról beszélsz, nem tudom, hogy egyedüli gyerekként élvezted ezt a jó családot, vannak-e testvéreid? Igen, van egy nővérem. Van egy nővérem, és azt hiszem, ő is csak így tud nyilatkozni. Hála Isten mind a két szülőmél, úgyhogy napi kapcsolatban vagyunk, minden nap látogatom őket. Pécs, tehát ez volt, ami jó néhány évre második otthonnál vált. Hogyan emlékszel az egyetemre? Mellette mennyire tudtál hódolni a szenvedélyednek? Volt esetleg valamiféle híres egyetemi zenekar? Uh-huh. Hogyan élted meg uh-huh. a jogi hát pályára készülő a éveket? A jogi egyetem ugye arról híres, hogy kilóra kell az anyagokat tanulni, és ez tény, ez így van, tehát ehhez inkább fenék kell, mint úgy gondolom valami kitüntetett szellemi képesség. Tehát inkább fenékkel lehez. Én ezt tapasztaltam a vizsgai időszakokban, természetesen én is a szorgalmi időszakban nem készültem a számonkérésre, a szemeszterekre. Aztán vizsgai időszakban, ami a csövön kifér. Általában 4-5 hét áll az ember rendelkezésére, úgyhogy éjszakában nyúló tanulások, folyamatos fekete kávé, ez kizárja azt, hogy az ember mással foglalkozzék. Ilyenkor csak a tanulás van, nyilván ilyenkor hangszeres gyakorlás sincsen. Azonban azt tudni kell, hogy egy fafúvós hangszer, az a bizonyos ansatz, amit a németek tökéletesen, szemléletesen kifejeznek, tehát a fúvásra képesség, a szájmunka, a nyelvmunka, a kezek összhangja, hogyha 3 vagy 4 nap kiesik az ember életéből a gyakorlás során, akkor az jóformán csak hetek kemény ádász küzdelmével hozható vissza. Most ez a bizonyos ansatz, ami rendre fél évenként ugye megszakadt nálam, valamikor 4 hét, valamikor 6 hétig tartott a vizsgaidőszak, ez előbb-utóbb azt eredményezte, hogy elkopott szépen mellőlem a hangszeres készség is. Nem gyakoroltam, nem igazán műveltem ezt, bár az egyetem első 2 évében azért Pécset még voltak próbálkozások, csináltam én is persze zenekart. Emlékszem, hogy a kis zenekaromnak a bőgőse, aztán később tényleg igazi nagy zenei karriert futott be, elvégezte Budapesten az akadémiát is, és több rangos magyari jazzzenekarban bőgőzik. Úgyhogy azért voltak nekem is ilyen kitüntetett epizódjaim, meg amire tényleg büszke lehetek. Egyébként az egyetem az egy teljesen más élettér volt nekem, egy teljesen más megnyilvánulás, egy teljesen más kapcsolódási rendszer, teljesen más egyéniségekkel, úgyhogy azt mondom, hogy az életem legszebb időszaka az 5 év volt. De azt hiszem minden egyetem, aki volt egyetemista, az így tud erről nyilatkozni, legfelhőtlenebb és a legszebb időszak az egyetemi időszak. Úgyhogy csak boldogan tudok én erre emlékezni. Meghatározó élmény, tehát ez a Pécs, és ilyenkor sokszor tapasztaljuk azt, hogy a diák, a hallgató, amikor már készhez veszi a diplomáját, akkor bizony azt mondja, hogy én ezt az életteret megszerettem, megszoktam, nem hagyom itt benned. Nem merült fel ilyesmi? Hát az az igazság, hogy én Szekszárdot mindig is nagyon kedveltem, aranyos kis város, persze lehet más jelzőket is ráaggatni, de ami igazán engem ide visszahúzott, az a szülői kötődés. Tehát fölmerült igaz, hogy esetleg választhatnék én egy sokkal dinamikusabb, jobban prosperáló, sokkal lüktetőbb, dinamikusabb várost is, Szombathely, vagy akár maradhatnék Pécset is, de nem. És hogy ez mennyire így működik? A jelölti időszakban, tehát már az államvizsgákat követően 4 hónapig én Budapesten voltam, egy olyan közegbe kerültem be, egy olyan családnak a támogatását élveztem, szintén egyébként ügyvédek, hát nyilván náluk jelöltesködtem, ki is mondom a nevüket, a Kubinyi családnál,
akikkel hihetetlen közeli kapcsolatot sikerült nekem kialakítanom, mindemberileg, mint szakmailag. A lehetőség ott is kínálta magát, akár maradhattam volna Budapesten, mert hiszen tartottak volna maguk mellett. Ennek dacára vissza Szekszárd. Úgyhogy valami ilyen lelki kötődés, ezt gondolom én. De ez teljesen a te döntésed, tehát abszolút, ugye sokszor mondják, hogy bizony vannak szülői ragaszkodások, visszahúznak úgymond a szülők. Nem, nem, hát mint ahogy a szüleim részéről nem volt poszos nevelés sem, mint ahogy eltűrték azt, hogy a családban egy egészen más életpályát akar magának a gyerek, úgy ezen a téren sem szóltak nekem be az életembe, úgyhogy ez teljesen önálló döntés volt, hogy én visszajövök. Hát nyilván ők nem zárkóztak el ezelőtt. Hát gondolom, sőt, kifejezetten örültek neki, hát melyik szülő nem örülne neki. Gábor, vissza tehát Szekszárdra, ebbe a csöndes kis városba, a maga sajátos atmoszférájával. Hogyan indult be a nagybetűs élet? 96 év végén szakvizsgáztam, 97-ben egy a szülői ügyvédi irodáktól teljesen független ügyvédi irodát alapítottam. Kézenfekvő volna a kérdés, hogy hát miért nem apám irodájával, vagy miért nem apám irodáján belül. Én azt gondolom, hogy ez így sokkal egészségesebb, meg sokkal inkább az önmegvalósítást hamarabb el tudja ezáltal érni az ember, meg a szakmai fejlődést is. Ugyanakkor talán azok a kényelmetlennek tűnő jelenségek sem merülhetnek föl, hogy hát akkor az ő klientúrájából él meg a gyerek, gyakorlatilag az ő jövedelmét vonja el ezáltal, úgyhogy ezek így sokkal tisztábban érvényesültek. Igazándiból a nagybetűs élet az nekem a kemény munkát jelenti. Van is bőven ebből kihívás, megbízásokban is egyre bonyolultabbak az ügyek, egyre bonyolultabb társadalmi viszonyokkal szembesül az ember, úgyhogy ezt lehet élvezni, és hát amellett a mindennapok munkájában azért az is benne van, hogy egy teljesen önálló otthont kellett nekem teremtenem, ami gyakorlatilag egy 7 éves, nagyon lassú, folyamatos építkezés, és ez most valóban a szó igazi értelmében, egy öreg házat szereztem, amit folyamatosan kellett nekem kipofoznom, tehát volt bőven az elmúlt 7 évben mit tennem, mind szakmailag, mind pedig az egzisztencia teremtés, illetve aztán majd a későbbi családalapításra gondolva a családi fészek megteremtése, úgyhogy ezek kemény évek voltak, de azt hiszem, hogy most már kezdek beállni egy olyan élhető napokra, ami talán bízom benne, hogy a jövőben is egyre nyugodtabb és egyre kiegyensúlyozottabb, egyre harmonikusabb létezést fog nekem kínálni. Gábor, egy kicsit a szakmára utalva még, mi a te szakterületed? Ugye szokták mondani, hogy bár kimondva, kimondatlanul, szinte minden ügyvéd Igen. neve mellé lehetne tenni Igen. egy kis jelzőt. Én úgy gondolom, hogy egy kisvárosban igazán az ügyvédnek minden evőnek kell lennie. Tehát itt az, hogy egyes irodák specializálódnak bizonyos jogágakra, ez keveseknek a luxusa. Ennek okán a válaszom az, hogy minden ügyet föl kell vállalnom. Talán amely jogterület tőlem egy picit idegen, és amelyre nézve nekem nem igazán voltak eddig vállalásom, az a munka jogterülete. De egyébként, hála Istennek, jól el vagyok azért látva céges kapcsolatokkal, tehát a gazdasági jog, hogyha beszélhetünk arról, hogy milyen területre próbálom magamat beásni, akkor a gazdasági jog, illetve a polgári jog. Utaltál itt az előbbiekben elég erősen a harmóniára, a nyugodt légkörre, ami ezáltal én feltételezem, hogy elengedhetetlen számodra, és ez egyben felvet egy olyan kérdést is, amit eddig még nem érintettünk, bár azt is elmondtad, hogy az utóbbi időszak az igen kemény volt számodra, és egy irányba karrier egzisztencia területére nézett, de hát a magánéletről nem esett szó, hogy alakult-e közben a magánéleted, mennyire lehetett összeegyeztetni ezekkel a nagy kihívásokkal, feladatokkal? Hála Isten, ebben szerencsésnek mondhatom magamat. Nősülés előtt állok. Hát remélem most nem
árulok el tájékozatlanságot, jól emlékszem, talán 4 év óta ismerjük egymást. Az élettársam egyébként Gáti Renáta, aki a Tolna megyei kórház belgyógyászatán, és most jön a második megdorgálás, mert már nem rezidens, hanem már szakorvos. Igen, mert egy korábbi egy társasági beszélgetés alkalmával én úgy tituláltam őt, hogy rezidens, és ezt nagyon kikérte magának, tehát ő most már belgyógyász szakorvos. Igaz, szakvizsgák előtt álló szakorvos, úgyhogy a harmóniát a párkapcsolatban is azt hiszem, hogy bírom. És hát természetesen családalapítás előtt állok, és lesz család, és lesznek gyerekek is. Jövő évre tervezzük az esküvőnket, úgyhogy én azt hiszem, hogy minden harmonikus és minden adott. Gábor, hát nem ilyen nagy harmónia jellemzi legalábbis mindig, és talán mondhatom, hogy az esetek többségében a politikát. Te mégis választottad ezt a területet, mégis úgy gondoltad, hogy kipróbálod magad, miért? Igen, az SZDSZ frakció, amiben ülök, hát évekre visszamenőleg, több prominens személyével már azért jó kapcsolatot ápolok. Tehát Liphauser Jánost én a gimnázium óta ismerem, Németh Zoltánt is régóta ismerem, Jobban Zolit is régóta ismerem, Fodor Miklós, a szülei egy utcában laknak az én szüleimmel, Miklóssal régóta jó kapcsolatot ápolok. Tehát ezt a fajta kört, és nem elfelejtve Pece tanár urat, ezt a fajta kört azért én már régóta kipróbáltam, és azt hiszem, hogy nagyon jó baráti nexus ápolok velük, úgyhogy talán kézenfekvő is volt az a felkérés, ami a múlt év januárjában érkezett hozzám, hogy mérettessem meg magam a helyi önkormányzati választásokon. Nagyon rövid gondolkodási időt kértem magamnak, és akkor bólintottam. Az egyébként tény, hogy én is tapasztalom, hogy gyakran a testületi üléseken, hát hogy úgy mondjam, egy kicsit kicsinyes pártérdekek miatt gáncsolni látszik az érdemi munka, és ez egy kicsit lehangoló, ez tény és való, ez így van. De jól érzed magad ezen a területen is, tehát ezt is te választottad, sem lebeszélni, sem rábeszélni nem akartak, és így egy, mondhatni talán egy kihívás, egy hobbi? Igen, hát hobbiként azért nem kezelném ezt a dolgot, maradjunk a kihívás mellett. Illetve a helyi önkormányzatiságban való részvétel, valamilyen szinten a helyi képviseletben való részvétel, tehát a közéletben való részvétel, ez inkább kihívásként így apostrofálnám. Persze a hobbit én sem... Hobbi az más, van hobbi, de az egy teljesen más terület az életemben. Tudod, vannak akik egy kikapcsolódásként úgymond, vagyis hát nem is kikapcsolódásként, talán egy életcélként választják azt, hogy igenis részt venni a közéletbe, tenni, szebbíteni, jobbítani, és hát ez áthatja az élet minden más területét. Gábor, lassan vége a beszélgetésünknek, talán még egyetlen egy rövid kérdés, mit csinálsz akkor, amikor kikapcsolsz, és akkor itt egy kicsit ugye már a hobbit is érinthetjük. A zene, gondolom, a hallgatás az még mindig megvan, ha nem is mi veled, de mi az a más, ami még neked pluszt ad, ami még feltölt? Hát ebből a szempontból eléggé széles az érdeklődési köröm, most remélem, hogy ez nem tűnik nagyon fellengzősnek. A zene egyébként megmaradt, illetve a régi új zene, ugyanis talán 4-5 hónappal ezelőtt, de újból kivettem a Tokjaiból a hangszereimet, úgyhogy ennek lehet, hogy még lesz is folytatása, persze rajtam múlik. A zenén kívül mind a bútorművészet, mind az építészet rendkívül izgat engem, de ugyanígy beszélhetek a könyvkötészetről, a régiségek, azok a tárgyaknak a szépségéről adódóan hihetetlenül vonzanak engem. Ezt nem úgy értem, hogy egyfajta műgyűjtői láz vesz rajtam erőt, és ilyenkor, mint egy műgyűjtő, tényleg ide nekem mindent, és begyűjtök mindent a szobámban, nem erről van szó. Rendkívül szeretek múzeumokat nézni, nagyon szeretem a szép művészeti könyveket. Ezen kívül egy-két régebbi bútoromat én saját kezűleg próbálom kipofozni, felújítani, és hát olyan mesterfogásokra is szert tud tenni az ember, most itt megint lehet, hogy nem voltam elég szerény, mint például a politúrozás, aminek a technikáját hála Istennek valamilyen szinten sikerült a titoknak a birtokába jutnom.
hála azoknak a barátaimnak, akik ebben azért elmélyültek és szakma szerint űzik. Tehát ezek mind számomra olyan fizikális és szellemi kikapcsolódást kínálnak, ami azt hiszem megint az életemet és az aktív munkámat is elősegítik. Tehát van bútorművészet, van könyvek szeretete, könyvgyűjtés, emellett nyilván könyvolvasás, emellett megvan a zene, és emellett megvan a természetjárás, és azt hiszem így teljes az élet. Gábor, mi a titkod egy halálnyugodt ember ül velem szembe, aki amúgy ügyvéd, politizál, belefér az életébe egy csomó minden. Mi a titok? Hogy kell ezt csinálni? Szerintem nincsenek semmiféle titka. Ez a kérdés, ez valóban engem megfogott, mert én nem érzek emögött semmiféle titkot. Azt hiszem, nincs nagyon semmiféle... Nagyon sokatnak nem megy ez a fajta semmiféle bölcsekköve nincsen a zsebemben. Az ember azt próbáljon meg ésszel élni, ésszel tenni a dolgait, és próbálja meg azért, akármennyire is úgy tűnik, hogy ez kötetlen és sokfajta orientálódás, azért a napjait előre precízen megtervezni, és akkor marha sok minden ebbe belefér. Mert tudni, általában az emberek azt hajtogatják, hogy erre nincs időm, arra nincs időm. Gyakorlatilag arra van időm, amire engedek magamnak időt. Tehát szelektálni kell. Valóban, ami nem érdemli meg, ami lényegtelen, azzal az ember ne törődjék. Ami számára fontos, és a környezete számára is fontos, azt meghelyezze előtérbe. Hát így legyen. Gábor, én a jövőre nézve kívánok neked minden jót, és köszönöm ezt a beszélgetést, ahogy a nézőknek a figyelmet köszönöm, megtartsanak velünk a legközelebb is. Viszontlátásra!